A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság az országban elsők között alkalmazott pilóta nélküli légijárművet, más néven drónt, a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának javítása érdekében. Nógrád megye útjain 2020. júniusától folyamatosak a drónos ellenőrzések. Munkatársaink hatékonyan tudják igénybe venni az eszközt az elkövetett közlekedési szabálysértések dokumentálására. A közlekedés rendészeti ellenőrzések során a korábbi eszközökhöz képest mindenképp újdonság a drón mozgástere, mivel még a kamerák vagy sebességmérő műszerek statikusan elhelyezve vagy járművekbe telepítve kerülnek alkalmazásra, addig a drónok a levegőbe emelkedve látják el feladataikat. Ezek a gépezetek engedélyezetten 120 méterig emelkedhetnek fel, azonban a közlekedés rendészeti akciók alkalmával elegendő a 20-30 méteres magasság is. Vannak olyan közlekedési szituációk vagy szabályszegések, amelyeknél egyértelmű áttörést jelent a drónok által készített felvétel. Az eszköz kameraképe ugyanis nagy felbontású videót készít, amely a szabályszegés dokumentálja. Fontos hangsúlyozni, hogy a drónt kizárólag kezelői vizsgával rendelkező, hivatásos munkatársaink kezelik. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy Nógrád megye főbb közlekedési útvonalain az elkövetkezendő időszakban is számíthatnak a járművezetők olyan közlekedésrendészeti akciókra, amelyben az egyenruhások drónt használnak.